sziasztok, itt vagyunk megint egy videóval. Zsoltival fogunk ma egyet mellezni, még mindig nincs a helyén a vállam, úgyhogy majd próbáljuk úgy alakítani az edzést, hogy tudjam csinálni a gyakorlatokat velem, illetve a Zsoltinak még lesz egy válkiegészítője a végén. Amit szerettem volna nektek elmondani, hogy holnap, azaz csütörtökön, augusztus 1 indul a My Days, a My Proteinen, és van ez az új terméke, a Hirox, ami egy edzés közbeni táplálékkiegészítő. Van benne 30 g karbohidrát, illetve ugye vannak benne elektrolitok. 2-1 arányban maltodextrin és fruktóz van benne. Ezt tudom ajánlani mindenkinek, ez most nekem is kiegészíti az edzéseimet. Ugye értelemszerűen eddig magamnak kevertem össze az edzés közbeni ket, viszont ebben minden megvan, ami csak kell. Úgyhogy egészítsétek ki vele ti is az edzéseiteket, illetve nézzetek körül az oldalon, mert van egy csomó új dolog, láthattátok az előző videómban is az új ruhákat, úgyhogy azt meglinkeli ide valahova a Zsolti. Úgyhogy nézzetek körül az oldalon, és köszi, hogyha a linkemet használjátok. Megyünk egyet Zsoltival mellezni. Mellezünk egy jót. Blue Raspberry Fizz. Közeli vagyok ki? Annyira nem. Igen? Így talán jó. Mivel ugye nekem a vállam az sérült, nem mentem el MRI-re, majd elmegyek MRI-re megnézetni, mert ez most már az ötödik hét, hogy nincs rendben a vállam. Én nem fogom tudni annyira leterhelni, úgyhogy a Zsoltit azt meg fogom kínozni, még így a nyaralás előtt. Veszük a Zsoltit közben. Ja, igen, Zsoltit megkínozzuk, aztán utána meg fejest dugunk tovább a készülésbe, a jövő évre. A progresszió, amit el tudtam érni ez alatt az 5 hét alatt, az az, hogy az első 2 hétben abszolút nem tudtam ezen fekve nyomni, mivel olyan szinten fájt benne a vállam. Megnyúlt a kezem. Olyan szinten fájt benne a vállam. A progresszió az az, hogy a harmadik héten már tudtam csinálni 2-20-assal, a negyedik héten már tudtam csinálni 20-10, de a 30 kilóval tudtam kezenként csinálni. Most úgy érzem, hogy ennél a 20 kilónál nem annyira fájt. Persze mindenhogyan érzem a vállamat, tehát megpróbálom terhelni egy picikét. Most ugye értelemszerűen az edzéseim azok úgy néznek ki, hogy a volumenen emeltem, nem próbálom erőltetni a nagyobb súlyos sorozatokat, de örülök a pici progressziónak, most ez van. Örülök annak, hogy nyilván volt már több sérülésem, ez a sérülés most megint így észreztéríti az embert, hogy sose szabad abba hagyni. Regenerálódásra való összpontosítás a sérülés megelőzésére tekintettel lenni, mivel hát ez az életem nyilvánvalóan a sport, úgyhogy nagyon szörnyű érzés volt abban a 2 hétben, hogy nem tudtam semmit se csinálni. Hunyóra is most tudtam még csak ezen a héten visszamenni, még sparringekre nem tudok menni, mindegy lényegtelen, de maga a súlyzós edzés az, hogy vissza kellett fogni 3 hétig teljesen. Sziasztok! Sziasztok! Az, hogy vissza kellett fogni teljesen 3 hétig, egy szívfacsaró érzés. Ilyenkor a 3 hét az végtelen hosszúnak tűnik, újra nagyobb hangsúlyt fogok erre fektetni, és ezt javaslom mindenkinek, hogy sose tudhatjuk, hogy mikor jön a baj. Én is még csak 27 vagyok, és most már több sérülésem volt, még úgy is, hogy figyelek a regenerálódásra. Sajnos szarok az ízületeim. Ebből a levonandó tanulság az, hogy mindig figyeljetek oda a regenerálódásra és a sérülés megelőzésére. Közben eszembe jutott, hogy az se egy jó példa, hogy 5 hétig nem mentek el ennek ide egy sérülésre. Úgyhogy
Igen. Azt se csináljátok. De nyilván azt se követem, hogy például, hogy 5 hétig nem mentek ellen, mert írásérüléssel, és úgy próbáljátok terhenni az akármilyen módon a sérült részeket. Hogy ezt se kövessétek, mindenképpen vizsgáltassátok ki, hogyha éreztek valamilyen sérülést, hogy van valamilyen sérülésre. Nyilvánvalóan én úgy próbálom alakítani az edzést, hogy semmiképp sem se terheljem véletlen túl, vagy olyan szögbe, tehát mindenhol óvatosan álltam neki. Egyszerűen csak időm nem volt most magammal foglalkozni, vagy mással kellett foglalkozni. Még egy magánidőpontra sem tudtam elmenni, de majd most már el fogok. Úgyhogy kiderül, hogy mi ez a sérülés pontosan. Visszajön a Zsolti a nyaralásból, és már várom azt az időszakot, mert most már oda fogunk baszni végre. És jönnek majd kollaborációk is, úgyhogy látni fogtok majd vendégeket a videókban is. Szóval, hogy 3 hétig abszolút nem tudtam csinálni sem mellezést, se hátazást, se pedig válazást, amiben bármiféle utómódon ugye közeledik a csont a csonthoz, vagy úgy fordul, és most tök jó, hogy legalább ezt tudom csinálni. Mondom, a 3. héten tudtam már egy 20-as fölteni rá, de abban még fájt. Aztán izékat csináltam, csigás gyakorlatokat tudtam csinálni, mert még abban is nagyon fajt. Múlt hét az már egész be tudtam durrantani a mellemet, úgyhogy ez már a héten is meg lesz, az biztos. Most nem van rajta 40 kg, óvatosan próbálkozok visszarázódni. A karozás az természetesen ment. Hát az egyértelmű, evidens. Persze, bazni. Ja. Csak a izékat nem tudtam csinálni, a fejfölötti gyakorlatokat, mert ott ugye tartania kell a vállat, az nem ment. A gyűrött polót meg mindjárt levetem. I'm running the bullet. Fucking the bitches, I'm running the bullet. I know you are bitches, I know you are.
Try playing dice, go start on who are you? Better know yourself, know your soul, gotta know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt, and don't you fall when it feel like hell. Well, who am I? Am I and me? I'm not the one you wanna fuck with. Late nights messing up my sleep, so I'm flustered. Taking out aggression with my pen because I trust it. Lightning trying to get myself a lamb. Most az van, hogy elfelejtettem felvenni. Ezt elég volt egyszer. Szóval megcsináltuk az Zsoltinak a vábornyomását és a oldalemelést a végén. Ebből nem látszik. Három sorozatot plusz egy lettőzőt, meg a... Végén ellentartással. Végén ellentartás. És ez lett a végeredmény. De ezt nem felejtettük videózni, úgyhogy ezt köszönöm. Ennyi lett volna ez a videó, srácok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha online coachingra szeretnétek jelentkezni, akkor azt a leírásban megtaláljátok, hogy hogyan tudtok. Vagy kitöltitek a jelentkezési lapot, és megkeresünk ezután titeket. Vagy pedig az extras.hu oldalon nézzetek körül, és megtaláljátok a nektek megfelelő programot. Vagy egy ingyenes konzultáció során ismertetni tudjuk nektek a programokat, el tudjátok mondani, hogy ti mit szeretnétek, és akkor megfelelő programot tudjuk rátok szabni. Ha étrendtervezésre van szükséged személyre szabottan, vagy pedig edzéstervezésre, vagy mind a kettőre együtt, MyProteinen csapatkedvezményekkel, illetve közösséggel, akár telefonos konzultációkkal, illetve heti szintű check-inekkel, de 024 kapcsolattartással, kontaktolással, illetve ugye a közösségi csettel, csapatprogramokkal. Egy 12 hetes programon belül, akkor jelentkezzetek, lent megtaláljátok a linket, de hogyha offline tervre van szükségetek, vagy csak étrendre, vagy csak edzéstervre, akkor is találtok, mindenre van megoldás, úgyhogy jelentkezzetek be, kérjetek időpontot, vagy pedig töltsétek ki a jelentkezési űrlapot, és találkozunk csapatban, illetve a következő videóban is találkozunk, hogyha esetleg nem szeretnél fizetni, mert gyáva vagy. Megyünk.
és akkor óvatosan lépkedjél, mert közvetlenül ott melletted már szerintem kulák is vannak. Na hát, április 1, nem hiszem, hogy holnapra kikerül ez a videó. Tehát szerda van. Augustus. Hogy, na, április 1. Hát bolondok napja. Na szóval, hogy most mit is kell mondanom? De nem, amúgy nem. Valamit akartunk ebben beszélni. Ha étrendtervezésre van szükséged, személyre szabottan, bármiféle